Az első osztály megkezdése jelenti a legnagyobb kiadást a szülőknek, hiszen ilyenkor mindent meg kell venni, ami a tanuláshoz szükséges. Riba Irén már 33 éve foglalkozik a tanszerek árusításával és tanácsadással. Óriási listával jönnek a szülők általában az elsős gyerekek részére. Ugye nyilván elsődleges az iskolatáska és a tolltartó, és ezeknek a feltöltése. A tolltartóban színes ceruza, filctollak, a rajzórára tempera, festék, ecsetek, rajzlapok, írólap, és hát füzetek természetesen, és a kötőanyagok kellenek leginkább a füzetekhez. A Szekszárdi Pátrixban nagyon széles a választék, szerencsére szakszerű segítséget tudnak nyújtani a keresgélő vásárlóknak. Fontos körültekintően megválasztani az eszközöket, hiszen füzet és füzet közt is van különbség. Azt mondhatom, elég nagy a szórás, iskolától függen olyan 20-22 ezertől indul, és egészen elmehet akár 40 ezer forintig is, ez csak a taneszközökre vonatkozik, és ezen felül vannak a táska és a tolltartó árak, ami azt mondom, hogy általában egy 25 ezertől 50-ig. Tehát itt is elég nagy a szórás. Tehát itt magas költségekről beszélhetünk az elsősök részére, hogyha ezt összesítem, akkor azt mondom, hogy 40-45 ezertől egész 100 ezerig is el lehet menni ezekkel a költségekkel. A papírbolt minden évben akciókkal próbálja megkönnyíteni ezt az időszakot. Gyakorlatilag tele van ilyenkor a bolt, füzetből is, de bármiből. Lehet egyszerűt vásárolni nálunk, lehet dizájnost vásárolni, de azért egyébként azt most hozzátenném, hogy ebben az évben szerencsére azt mondhatom, hogy az árak is csökkentek. Tehát vannak olyan beszállítóink, akik például a füzetárakat jelentősen csökkentették a tavalyi évhez képest. Az alsós évek a családok pénztárcáját és energiáját sem kíméli. A szülőknek pedig sokszor jól jön a támogatás. Az első osztály az ugye egy különösen izgalmas kezdés, azt hiszem minden szülőnek egy olyan kaland, amikor még azt se tudja, hogy milyen kihívások elé fog nézni. Tehát az egy extra dolog, de aztán ugye hál' Istennek nálunk is vannak unokatestvérek, segítési lehetőségek, úgyhogy igyekszünk ezt megoldani. Az elkövetkezendő hetek már az érkező szeptemberi becsengetés jegyében telnek. Felkerültek a polcokra táskák, radírok, tollak. Mindenki válogathat már a nebulóknak.